Szeretettel köszöntök minden kedves megjelentet itt a Szigeti Szent Lukus és Szent Sebestyén templomban. Boldog új évet kívánok mindenkinek! Ezt a mai különleges szentmisét hálaadásul ajánlja föl professzor dr. Schmidt Péter, Semmelweis és Batthyány Stratmann László díjas gyermekgyógyász főorvos, a mi egyházközségünk a Győr-szigeti Szent Lukus és Szent Sebestyén egyházközség tanácsadó testületének tagja, 70. születésnapja alkalmából és 65 éves egyházi szolgálata alkalmából, amit jobbára ugyancsak itt ebben a templomban végzett. Kedves Péter, a Jóisten éltessen, szeretnék ide együtt, és kívánom, hogy a Jóisten áldása vezéreljen további életed során is. Így kezdte a szentmisé dr. Lukácsi Zoltán plébános keddeste a Szigeti Szent Rókus templomban. Dr. Schmidt Péter gyermekgyógyász születésnapja kapcsán tartottak ünnepi szertartást, ahol az egykori bencés diákot egy szintén öreg diák méltatta. Lázas izgalomban teltek napjaim, mióta megkaptam a megtisztelő felkérést, hogy a bencés diákok jövő egyesület részéről köszöntött volna a diáktársunk, Schmidt Péter professzor úr születésnapja alkalmából. Miközben gondolataimat rendeztem, kutatva a mondandó főcsapás irányát, feleségünk büszke, méltatlan szavai cikáztak a fejemben, és adták meg a galopánkot, hiszen neki és testvéreinek politikát, gondos gyermekgyógyász házalosa volt az ünnepelt személyében. Eredményekben gazdag, hihetetlen életútja állomásaik ismeretében egy vezető személyiség karaktere gondolkozik ki előttünk. Magába hordozva mindazon ismertető jegyeket, melyeket csak a társadalom kivételes állampolgárai. Dr. Schmidt Péter életútja rendkívül gazdag. Miután a Cucor Gergely gimnáziumban végzett, a Semmelweis Egyetemen szerzett orvosi diplomát. Ezt követően többek között gyermek- és csecsemőgyógyászatból is tett szakvizsgát. Több kórházban, köztük a Győriben is dolgozott, számos publikációja jelent meg, jelenleg is gyermekgyógyászként rendel. Az MTA tagja, számos társaság vezéregyénisége, és gyermekkora óta életének szerves része az egyház is. Egész életem a Győr-szigeti Szent Rókus egyházközséghez kötődik. Éppen 70 éve, hogy ebbe a templomba kereszteltek, nagyon sokat minisztráltam, aztán elkerülve a bencéseket és az orvos életemre, gyökereim visszajöttek a 70-es, 80-as évekbe. Örömmel vettem részt mindig a szertartásokon, megszerveztük a feltámadási körmületet, a húsvéti körmületet, illetve nagyon sok pásztorjáték volt, nagyon sok olyan minisztráns Betlehem, ami járta a szigetieket, és nagyon szép volt az a farsang, amikor jelmőbe beültözve a minisztránsok a plébánián szerepeltek. Szüleim, nagyszüleim is a szigetiekhez kötődnek, ők tulajdonképpen nem is Győrinek, hanem Szigetinek vallották magukat, hisz tudjuk 1905-ben a Vármegye nagyon nehezen adta át a sziget települést a megyének. Miért? Mivel 5 gyár volt itt, kekszgyár, csokoládégyár, eszedgyár, mindenféle közlénygyár, és a nagyon szorgalmas zsidó családok is itt telepedtek le, és ők is adójukkal segítették a települést történetét. A Szentmisén dr. Perger Elza alpolgármester és férje, az Egészséges Nemzedékért Alapítvány, a Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesülete is részt vett.